A lengyel védelmi miniszter vasárnap közölte, a lengyel-belarusz határon lévő Smietace falóhoz vezényeltek egy harckocsi zászlóaljat. Mariusz Blaszczak azt mondta, Varsó tisztában van azzal, hogy Moszkva vissza akarja állítani az orosz birodalmat, ez pedig jelentős katonai biztonságpolitikai kihívást jelent a régió számára. A lengyel védelmi miniszter kiemelte, jelenleg is zajlik a hadsereg megerősítése. A fehér-orosz határhoz vezényelt zászlóaljat K2-es harckocsikkal szerelik fel, az egység az első lengyel gyalogos hadosztály része lesz, amelynek létrehozását 2022. szeptemberében kezdték el, és összesen 30 ezer katonából fog állni. Az alakulatot modern amerikai Abrams harckocsikkal és K9-es tarackokkal is ellátják. A hadosztály elsődleges feladata Lengyelország kereti határainak megerősítése.